Hétfő délelőtt fiatalok adtak vért a Kossuth Zsuzsanna egészségügyi középiskola kollégiumában. Az akciót idén már a 8. EGRI oktatási intézményben tartotta meg az Országos Vérellátó Szolgálat, ahová több mint 30 főt vártak. Kiskoromban mondták, hogy nulla negatív a vérem, így ezért sokaknak tudok segíteni, és tavaly jött az a lehetőség, mivel betöltöttem tavaly 18-at, hogy mondta osztályfőnök, hogy lehet jönni. És ő elkezdte mondani, hogy nagyon sokaknak lehet segíteni, utána kaptam is egy e-mailt, hogy segítettem egy gyermeken, és ez olyan jól esett. Bencsik Patricia második alkalommal donor. Tavaly is adtam, meg most is. Tökre élvezem, nagyon ügyesek a nővérek is. Tényleg elsőre beletalálnak, meg tök kedvesek, folyamatosan beszélünk, szóval nem unatkozik az ember. Az intézményvezető elmondta, 2004 óta vesznek részt a programban, ami idén is népszerű volt a 18. évüket betöltöttek között. Iskolánkban évtizedek óta hagyománya van a véradásnak, tanórai és tanórán kívüli keretek között igyekszünk felhívni minél több fórumon a tanulók figyelmét a véradás jelentőségére, hiszen aki vért ad, az életet ad. A diákvéradásnak 20 éves hagyománya van. A Vöröskereszt munkatársai egy tanévben kétszer jelennek meg az iskolában, hogy arra buzdítsák a fiatalokat, segítsenek másokon, mondta Kosik Mária területi vezető. Nagyon jó, aki vért ad tulajdonképpen, mert frissül a vére, egészségesebb, újra termelődnek a vérek, és hát miért fontos? Hát segítsünk a másik embernek, ugye adjál a vért, és ments meg 3 életet, mert a segítés 20 percbe kerül tulajdonképpen maga a véradás, és nagyon sok embernek tudunk ezáltal segíteni. Hozzátette, a diák véradásnak május első hetében lesz eredményhirdetése a résztvevő 9 középiskola között. A legtöbb donort adó intézmény egy plüssvércsepp figurát és emléklapot kap ajándékba. A héten még 2 hasonló akcióra kerül sor a városban, az egyiket a Líceumban április 5-én 10 és 15 óra között, míg a másikat a civil közösségek házában április 6-án 10 és 13 óra között tartják majd, olvasható a Magyar Vöröskereszt honlapján.